nagyon sokszínűek, másképp gondolkodnak, nem egyformák, hajuk se, megjelenésük se, vannak férfiak, nők, fiatalabbak, idősebbek, van akiknek ilyen filozófia, az ő értékük másoknak más, de egy valamiben valószínűleg, akik eljöttek, mindenben egyetértünk, nagyon tiszteljük azt, akiért a mai alkalmat szerveztük, Tóth Lajos urat, egykori polgármesterünket. Úgyhogy mikor ezt a fajta elismerést kezdeményeztük, sokan hívtak föl telefonon, e-maileket írogattak, nem értették, hogy mi a csuda ez a civil díszpolgári elismerés. Kinek szól, miért, mi ennek az értelme, mert hogy ilyen még Kerepesen nem volt, meg az országban sem volt még sok helye. És akkor elmondtam ennek a rövid történetét, illetve nem is ilyen rövid történetét, hogy már a rendszerváltás előtt Lajos milyen munkákat végzett, mit csináltam, stb. Jó, de hát ilyet sokan csináltak, mások is csináltak ilyesmit. Miért gondoltátok, hogy ki lesztek azok a legalkalmasabbak, akik ilyen javaslat előértek, miért előálltok, miért nem más? Hát elmondtam, hogy mi is 1987 óta dolgozunk itt civil szervezetként, természetesen Kerepesen. Ezen idő alatt nagyon sok minden történt, és ezen hosszú időszak alatt egyrészt nagyon meg tudtuk ismerni az összes polgármestert, aki Kerepesen volt, és meg tudtuk ismerni nagyon széles körben azt a települést, ahol dolgoztunk, és egy 11 néhány évvel, nem tudom, talán Anikó vagy Anikó jobban emlékszik rá, egyszer mi is kaptunk Anikóval együtt egy kitüntetést, mégpedig lent Kerepesi Romákia díjat kaptunk, nem is tudom, Anikó, mert talán tudja, hogy mikor kaptuk. És ez... Köszönöm szépen! Ez akkor nagyon jól esett, a Roma kisebbségi önkormányzattól kaptuk. Hiszen azt tartom legfontosabbnak, hiszen a díjak, a kitüntetéseket tudjuk, hogy hogy adják, politikai alapon meg, kinek jó, kiterjeszti föl, stb. Kezdik elveszteni egy hitelességét. De azt látom, a civil szféra erősödésével párhuzamosan egyre nagyobb szerepe van a kis közösségeknek, a helyi közösségeknek. Ha azok ismerik el valakinek a munkáját, akik ért dolgozott, akikkel együtt dolgozott, és akik ismerik, és akik belelátnak az ő teljes működésébe, és ezért úgy gondolom, hogy egy ilyen civil díszpolgári cím az egész közösségnek a elismerése azok felé, akik ezt úgy gondoltuk, hogy kiérdemlik. És nem csak mi gondoltuk úgy, hogy kiérdemlik, vagy kiérdemlik, most mi Lajosról beszélünk, hanem nagyon sokat. A teremben látjuk, alig férünk be, és még ennél sokkal többen vannak, akik nem tudtak eljönni. És ők is úgy gondolják, hogy az egykori polgármesterünk az igen, nagyon sokat tett a településért, nem beszélve arról, hogy az ő ajtaja valójában nyitott volt, nem csak elméletben nyitott politikát folytatott, hanem ajta nyitott volt. Oda bemetett bárki, bármikor szinte, bármilyen problémájával, nyitott volt, fogadókész volt, és mindenkinek, akinek tudott segíteni. Bennünket nyilván ez érintett a legmélyebben, hiszen mi is azt csináljuk, hogy a kerepesi polgároknak a problémájának a megoldását próbáljuk segíteni, és ebben Lajos maximális partner volt, maximálisan támogatta, amikor Pest megyére elsőként csináltunk egy olyan átmenet otthont a lakhatási problémával küzdő családok részére, hogy legyen hol lakniuk, ne kelljen a gyerekeket elszakítani a családtól, állami gondoskodásba helyezni, ebben is partner volt. Amikor civil kezdeményezéseink voltak, pályáztunk, meg egyebeket csináltunk, mindenben maximálisan támogatott, és ugyanezt mondták el mindannyian, akikkel beszélgettünk erről a kérdésről. És hogy miért tartjuk még fontosnak, hogy legyen egy ilyen civil díszpolgári cím, azért, mert úgy gondoljuk, hogy a közösségnek az összetartozását egyrészt erősíti, másrészt, aki a másikat nem becsüli, a saját munkáját, a másiknak a munkáját nem becsüli, a saját magának az önbecsülését is lejjebb adja. Tehát úgy gondoljuk, hogy ahhoz az nem csak a kitüntetetnek az érdeme, illetve a kitüntetnek az érdeme, de hogy a mi önbecsülésünk is ebben emelkedni fog, mert mi is tettünk, visszaadtunk valamit, egy picit, ami nem kerül pénzbe, csak néhány jó szóba, egy kis vendégségbe, ennyi bekerült, de ugyanakkor mégis úgy gondoljuk, hogy az egész közösségről szólunk, amikor ezt az elismerést átadjuk a egykori polgármesterünknek, és hát itt van a lista, már nagyon sokan aláírták azok is, akik csatlakoztak ehhez, tehát személyükben, vagy civil szervezetként, egyesületként támogatták ezt, és mindenki civil. Itt van sokféle párthoz tartozó ember, de aki itt van, az mindenki civil, és ebben mindenki egyetértett, amit ezen a
díszpolgári oklevélen, amit majd meg lehet tekinteni. Szerintem oklevélés is a elszart az érme is gyönyörű. Felolvasnám, hogy ezen mi szerepel. Civil díszpolgári oklevél, a Support Humán Segítés Szolgáltató Alapítvány Kerepes civil díszpolgára kitüntető címet adományoz Tóth Lajos, Kerepes egykori polgármestere részére. A település érdekében végzett, köztiszteletet kiérdemlő, a közösségi érdekeit szolgáló emberséges magatartása, a hátrányos helyzetű családok és gyermekek esélyének javítása, a civil társadalom fejlesztése területén végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül. És ennyi. Köszöntök mindenkit, akik megtisztelték jelenlétükkel ezt az ünnepi eseményt. Köszönöm mindazoknak a magánembereknek, magánszemélyeknek, civil szervezeteknek, akik nem felejtettek el, és akik munkásságomat, tevékenységemet, életemet ezzel a civil díszpolgári oklevélen és címmel illettek. Hát, mégis jobban esik ez, mint később egy nekrológ. Külön megköszönöm Takács Imrének az ezzel kapcsolatos rendkívül lelkes, odaadó, áldozatkész szervező munkáját. Készültem én is erre az alkalomra, nagyon sok mindent összeírtam, és időnként a jegyzeteimbe majd bele fogok nézni, hogy senkit semmit ne felejtsek el. Egészen előről kezdeném. Több mint 78 éve születtem ide, ebbe a faluba, és azóta is itt élek. Akkor, abban az időszakban, alig 3000 ember élt ebbe a faluba. Sajnos ezek közül mára már egyre kevesebben vagyunk. Mégis büszkén és örömmel tekintek vissza arra az időszakra. Arra a falusi időszakra, falusi életre, az olajpadlós iskolai tantermekre, a minden szombati utcatakarításokra, a szomszédokkal, ismerősökkel, barátokkal történő beszélgetésekre. Innen ered tulajdonképpen az emberek tisztelete, megbecsülése, innen ered tulajdonképpen az egész életemet végig kísérő lokálpatriotizmus, sőt, már az 52 éve itt élő feleségem lokálpatriotizmusa is. Aki helyenként már nagyobb lokálpatrióta lett egy kerepesen, mint én. Remélem, hogy az utánunk következő második, harmadik generációs utódaink mindezt majd tovább viszik. Akkor folytatva az eseményeket, gimnázium, egyetem, dolgos hétköznapok, dolgoztam nagy iparvállalatnál, dolgoztam fővárosi áfésznél, a politikától mindig egy kicsit távol tartva magamat. Tulajdonképpen 89 a rendszerváltás hozott az ember életében nagy fordulatot, amikor is az emberekbe fölbuzdult a tennivás, tennivágyás az emberekért. Ugye akkor még Kerepestarcsán megalakult az első szabadon választott önkormányzat, amiben lelkesen kapcsolódtunk. Néhány nevet említenék, Pásztor Gyuri, Bordán Miki, Bokkarcsi, Csaba Laci, Szász Andor, szegény éppen most halt meg.
és jó magam. De hamar kialakult a kerepes kistarcsa ellentét. És egyre inkább erősödött a váljunk el, legyünk ismét önálló falu, mint az év ezredeken keresztül történt. Ennek megfelelően tulajdonképpen el is indítottunk itt helyi népszavazásokat. Sajnos két, az emberek ezt nem, akkor nem igen ismerték föl, ennek a fontosságát, szükségességét, és ezért két helyi önkormányzati választás is sikertelen lett. Végül is harmadszorra Kistarcsa kimondta a válást. Hát ekkor ugye ismét döntőfordulat állt be az életünkbe, meg 94. decemberébe, pontosabban aztán 95. január 1-től ismét önálló település lett Kerepes. Ekkor ugye ismét egy olyan helyzet állt elő, hogy kezdők, úttörők lettünk az önálló helyi önkormányzatiság problémáival együtt. Ismét csak a neveket sorolnám föl, mert nagyon fontos, hogy tulajdonképpen az első önálló kerepesi önkormányzatnak kik voltak a képviselői. Legendi Józsi bácsi, mint korelnök, ugye? Simoncsik Marika, Nagy Ilona, Valóics Erzsi, Pásztor Gyuri, Csaba Laci, Mező Tóni, Gróf Karcsi, Müller Nándi, Rozsnyai Sanyi, Bodnár doktor, Aszódi Gábor és én magam. Csatlakozva ehhez a társasághoz Ratimoszki Tibor jegyzőként. Hát mi alkottuk ezt a csapatot, amelyik azután meg kellett, hogy küzdjön minden nehézséggel, minden problémával. Természetesen ilyenkor ugye az emberek elégedetlenek, de ez természetes. Egyre inkább elhangzott az, hogy hát itt nem történik semmi. Persze az első időszakban, mondom, ez természetes, hiszen a lehetőségek ekkor korlátozottak. Mégis azt kell mondanom, hogy minden nehézség és probléma mellett nagyon sok eredményt értünk el. Ezekről az eredményekről röviden, a leglényegesebbeket kiemelve. Ugye, mint önálló településnek ki kellett alakítanunk a közigazgatást. A község polgármesteri hivatalát működtetni. Ehhez meglehetősen jó kondíciókkal sikerült megszereznünk a TSZ irodaházát, ahol kialakításra került a polgármesteri hivatal, itt működött a családsegítő szolgálat, egy ideig még bank fiókban üzemelt benne. Emellett visszavásároltuk egy Varodás Kft-től ezt az épületet, ahol most a faluház működik. Ugye visszavásároltuk, és az akkori pénzügyi lehetőségeinknek a függvényében hát igyekeztünk tényleg a kultúra házává átalakítani. Az addigi faluház, ami kultúrház, ami most itt a szociális ellátónak az épülete, azt felújítva, kis átalakítva, óvodát működtettünk benne. Az iskolai szükségleteknek megfelelően elindítottunk egy hattantermes iskola építését. Közben folyt a község csatornázása, amiben végül is 90%-ot körülbelül elértünk. A temetőben egy új ravatalozó épült meg. Tehát ezek voltak talán a legjelentősebb. Emellett ugye működtettük a szociális rendszerét az önkormányzatnak. Működtettük a községüzemelést, községüzemeltetést, még mi mindent. Talán sok minden egyebet nem is, ezek voltak a legjelentősebbek, sok minden egyebet talán nem is sorolnám. És hozzátéve azt, hogy mindezt majdnem csak hitelek nélkül, és bizony
alig-alig lehető, és alig-alig pályázati lehetőségekkel. Hát biztos, hogy lehetett volna jobban és többet is tenni. Ehhez hozzá kell tennem egy biztos, tiszta szívvel és lelkiismerettel mondtam le a második ciklus harmadik évében. Munkám során soha nem az egyéni érdek, hanem mindig is a község, a lakosság érdekeit tartottam szem előtt. Ezután hosszú ideig nem foglalkoztam a helyi politikával. Az utóbbi időszakban aztán néhány önkormányzati intézkedés ismét megmozdította a tenni akarásomat, a betegség azonban nyugalomra intett. Ma is szívesen emlékszek vissza az önkormányzati munkában eltöltött 11 éves időszakomra. Bízok benne, hogy a most megválasztott új képviselőtestület mindent megtesz majd annak érdekében, hogy Kerepes végre valóban igazi, élő, élhető város legyen. Tisztelem és szeretem Kerepest, a kerepesi lakosságot, a kerepesi embereket, és büszke vagyok, hogy kerepesi lakos vagyok. Köszönöm. Gondolkoztam, hogy mit mondjak, csak nem mondom ezt a lemondás dolgot, de ha már ő megemlítette, tényleg, talán ő volt az egyetlen olyan, most a politikus alatt értem, aki nem csak a hozzá hű, vagy hogy mondjam, emberekhez, képviselőkhez volt korrekt, hanem tényleg ahhoz is, most neveket nem akarok mondani, akik szinte látszott, hogy a rosszat akarnak, és azok is végtelenül korrekt volt, és tényleg sose felejtem, mert mindig azt mondta, hogy hát rájuk, ők is kaptak szavazatokat. De hát sajnos ez oda vezetett, és én akkor, amikor hallottam a hírt, hogy lemondott, én akkor azt mondtam, hogy hála Istennek jól tetted, de semmi értelme, hogy az egészséged rámenjen. Csatlakozom a Tiborhoz, hogy kevés ilyen túl rendes emberrel találkoztam az életben. Ő, és hát további egészséget, és meg sem tudom találkozni. De a bíró megkérdezte tőlem, hogy ember, hát mondja már el, már egyik hallgattam magát. Hogy lehet, hogy maga a polgármester kérésére szóban elszállította az autókat? Hölgyeim és Uraim, hogy tisztelt bíró úr, vagy lehet, hogy bíró nő volt, most már bíró nő volt. Tisztelt bíró nő, elnézést kérek, de ön nem ismeri a polgármester urat. Nekem a polgármester szava jobb nyilatkozat. Gratulálni szeretnénk Lajcsi ehhez a szép kitüntetéshez, és köszönjük szépen azt, amit a faluért, az emberekért és mindannyiunkért tettél, és nagyon jó szomszédok, és volt osztálytárs. Kívánok neked nagyon-nagyon jó egészséget, hosszú életet, a családoddal, unokáiddal, szeretetben, örömben, és a lehető legjobbakat kívánjuk.